Sziasztok! Már nem... pont a hajamat igazítottam, ne haragudj! Azt mondtad, hogy ezzel fogunk kezdeni. Kösz! Igen. Sziasztok! Ma egy olyan dologról lesz szó, amit én imádnék, de nem vagyok benne elég jó, ez pedig az olvasás. És hogyha te is úgy vagy vele, hogy sokkal többet szeretnél olvasni, vagy hatékonyabb lenni benne, de nincs meg a kellő motiváció, akkor mindenféleképpen nézd meg a mai vlogot. Lesz egy szuper vendégem, aki ennek a szakértője. Kezdjük el! Sziasztok! Ez a mai vlog egy nagyon különleges lesz, ugyanis Szabados Ágival vagyok itt, és beszélgetni fogunk a Nincs időm kihívásnak a házigazdája, ami olvasásról nincs szól, ugye? Olvasni kihívás. És én mit mondtam? Nincs időm kihívás. Mondjuk Úristen, nincs időm kihívás bérna, amúgy, de nincs időm olvasni kihívás. A lényeget kihagytad. Mert olvasni, nincs időm olvasni, és amúgy beszédtechnikára is el kéne mennem. Hogy tartok neked azt is. Akkor az meg egy külön vlog lesz, de most az olvasásról szól, ugyanis én nagyon bénán olvasok, és az Ágit megkerestem Instagramon, párat dumáltunk, csináltunk egy villámkérdéseket is, az később fog kijönni, de nézzétek meg mindenféleképpen, hogy hogy jutott oda Ági, ahova most jutott. És ebben a vlogban pedig tippeket fogok kapni, hogy hogyan olvassunk, és lesz egy kihívásunk is, Ági is, meg én is el fogunk olvasni egy könyvet. Elmondom majd, hogy micsoda, most kezdjük el! Tűz ki reális célokat! Azt gondolom nagyon fontos ebben az esetben is a tervezés, hogy határozd meg, hogy mennyi időd van olvasni. Hogyha megfogadod most, hogy te ebben az évben többet fogsz olvasni, akkor itt is nagyon fontos a tervezés, az, hogy reális célokat tűz ki magad elé, az, hogy akár egy naptárban, akár egy jegyzetfüzetben írd föl magadnak, hogy nagyjából előre láthatólag egy héten mikor van időd olvasni, mikor vannak azok a kis pici én idők, amikor esélyed van arra, hogy egy könyvet a kezedbe vegyél. A pszichológia egyébként azt mondja, hogy nagyjából 28 nap kell ahhoz, hogy valami szokássá váljon, szóval észre fogod venni, hogy egy hónappal később ez már tényleg az életed része lesz, ami hiányozni fog, és nem teherként éled meg. Most ezt fogom kipróbálni, hogy egy hónap alatt szokássá tud alakulni, és elolvasok egy könyvet egy hónap alatt. Határozd meg előre naponta hány oldalt olvasol. És ezt próbáld is betartani. Úgy értem, hogy ne 100 oldalt tűz ki magad elé mondjuk egy adott napra, mert az már biztos, hogy irreális. Szerintem 100 oldalt képtelenség naponta elolvasni, ha csak valaki mondjuk nem munkanélkül és otthon ül, és ez a legnagyobb hobbija. Legyen ez 5 oldal, legyen ez 10 oldal, de azt próbáld meg tényleg tervszerűen minden nap véghez vinni. Vagy ha a másik csoportba tartozol, aki nem oldalakba méri ezt, akkor legyen mondjuk ez 5 perc, 10 perc, 20 perc adott esetben. És próbáld meg ezt tényleg minden nap véghez vinni ezt a tervet. És ez alul is lehet tervezni, tehát nekem tényleg ez a 10 oldal van betervezve, a könyv, amit olvasni fog 260 oldal, február 28 napos, hétvégén egy picit többet szeretnék olvasni, tehát ez menni is fog, viszont nekem az szokott lenni, hogy 10 oldal az olyan egyszerű, és tényleg minden nap én ezt reggel vagy este be tudom tervezni, remélem most is fogom, de néha, amikor meg benne vagyok, úgy érzem, hogy ez az, én elértem a célomat, és a 10 oldalból lesz 20, 30, 50, de ha nekem most azt mondanád, hogy olvassak 50 oldalt, azt mondom, no way, pedig rengetegszer megtörténik, mert utána már belekerülök ebbe a flow-ba. Így van, tehát magyarul érdemes tényleg alul tervezni akár, amit biztos teljesíteni tudsz. Keresd meg a számodra ideális olvasóidőt. Nagyon sokszor jönnek hozzám, hogy én nem tudok lefekvés előtt olvasni, mert 2-3 oldal után elalszom. Akkor én azt mondom, hogy az nem a te olvasóidőd. Meg kell találni azt az időszakot, amikor te tényleg tudsz olvasni, és tényleg tudsz 100%-osan figyelni az adott könyvedre. Lehet, hogy ez neked reggel van. Adott esetben miért ne lehetne fél órával korábban fölkelni, és akkor tényleg nem hozzányúlni a telefonhoz, hanem akkor mondjuk csinálni egy kávét, és mellette fél órát csak is a könyveddel foglalkozni. Szerintem itt össze lehet kötni nagyon, nekem az jön be, hogy a rutinaimmal, pont mesélted, hogy te minden reggel kávézol, hogyha megvan bármilyen rutinod, akkor közd azzal össze, hogyha nekem minden reggel felkelés után a kávé jön, akkor a kávé mellé a könyvet bevezeted, és hogy egyszerűbb lesz, mert az egyik trigger megvan, és ahhoz építed hozzá a másikat. De lehet az például, hogyha mondjuk olyan cégnél dolgozol, ahol van egy órás ebédszünet, hát egy órát nem ebédel az ember. Vagy akár ha annyira jó a könyved, akkor észre fogod venni, mert ebéd közben is olvasni akarod. De lehet mondjuk egy ilyen, hogy ha rendszeresen meetingelsz, menj oda 10 percen hamarabb, és abban egyrészt nem fogsz késni, másrészt abban a 10 percben mindig olvasol. És hogy még mit lehet a 10 percekben erre, majd mindjárt még visszatérünk. Bárhova is még legyen nálad a könyved. A legegyszerűbbnek tűnő tippem, de a legjobban működik. Bárhova mész, legyen nálad a könyved.
soha nem lesz időd olvasni, hogyha nincs nálad a könyved. Bármikor adódhat 5-10 perc olyan helyzet, egy sor a postán, valaki késik egy meetingről. Ha nincs nálad a könyved, nem fogsz olvasni nálam, mindig az az alap, megmutathatom ugye a táskámat, mindig akkor a táskában járok. Mi van egy női táskában? Nagyon sok minden, de köztük például az aktuális könyvem, tehát én sehova nem megyek, ez mondjuk most pont szerencsés, mert vékonyka, soha nem megyek sehova úgy, hogy ne akkor a táska legyen nálam, amiben befér egy könyv, ez se túl nagy, de mégis benne a könyv, bármikor lehet tényleg 10 percem arra, hogy olvassak. Teremtsd meg a saját olvasókuckod. Ha van lehetőséged rá, akkor azt tanácsolom, hogy alakíts ki otthon egy kis kuckót. Szerintem nagyon motiváló tud lenni, hogyha van egy kényelmes kis foteled, akár benne egy ilyen kis kényelmes párnával, vagy takaróval, ahova mondjuk készítesz magadnak egy teát, és lekuporolsz, és mondjuk melletted vannak a könyveid. Nyilván ez kell egy ideális lakás, egy ideális kis kuckó, de azt gondolom meg lehet teremteni bármilyen helyen és bármilyen módon, és ez is tud arra motiválni mondjuk, hogy esténként ne a tévé elé zuhany be adott esetben, vagy ne a kanapéra ülj le nyomkodni a telefonodat, hanem inkább azt mondta, hogy na ez az én kis olvasófotelem, az én kis olvasósarkam, és kicsit elmenekülök a világ elől, és itt olvasok mondjuk egy fél órát. Nekem ugyanezzel függ össze az, hogy a rutinjaimat mivel tudom összehangolni, mert tényleg kb. A hely adja nekem, hogy mit csinálok. Én nagyon szeretek most is a kávézó, egy kávézóba vagyunk, a Kelet kávézóval, ugye könyveket is tudsz olvasni, és sokszor kávézóba szoktam írni, mert ott vannak a kreatív dolgok, mert triggereli már az, hogy kávézóba vagyok, akkor írok, és ugyanúgy ki lehet tényleg alakítani, és hogyha otthon nem tudod, akkor legyen, hogy mondjuk egy bizonyos kávézóba, vagy helyre, vagy egy parkba, csak akkor mész, ha olvasol, és mondjuk ha az a suli, vagy a lakásod, vagy a munkahelyed és a lakásod között van, akkor legyen meg az a beiktatott negyed óra, hogy most leülök egy padra, és olvasok, és ez megint egy trigger tud lenni szerintem. Főleg, hogy most jön a tavasz, de egyébként, ha meg otthon alakítod ki az olvasó sarkod, akkor például elkezdhet gondolkodni azon is, hogy rendezed be a könyvespoltot. Ez is nagyon inspiráló tud lenni. Nem olyan régen hallottam egy történetet, hogy egy író egy egész falnyi könyves polcon, egy egész falnyi könyv, az csak az a könyv, amit még el kéne olvasni, de még nem olvasott el. Szóval, hogy így, akár így is csinálhatod, hogy felteszed azokat a könyveket egy kupacba, amit még nem olvastál, vagy kategorizálod. De egyébként nagyon inspiráló Pinterestre rengeteg fotó van, hogy színek szerint rendezzék be. Én még sosem mertem megcsinálni, pedig egyébként baromi jól néz ki. Szóval, hogy a könyves polc rendezése is ugyanebbe tartozik bele. Iktasd ki az életedből a felesleges facebookozást. Na ez az a pont, amit vártam már nagyon, mert én tényleg függő vagyok, és mindenhova a telefonommal megyek, most már, hogy fizetni is lehet vele, tényleg semmi másra nincs szükségem, csak erre az eszközre, és ez nem jó, mert annyi időt pazarlunk el tényleg a social médián, vagy csak nézegetünk hülyeségeket, és ha belegondolok, hogy azt az időt, ahelyett, hogy információkat, amit meg se jegyzek, pörgetek, olvasással, vagy akár csak simán gondolkozással töltenék, az eléggé fáj, és erre ajánlom nektek, hogy nézzétek meg a képernyőidőt. Androidon, iPhone-on is van már olyan, hogy meg tudok nézni, hogy naponta mennyit használjátok a telefonokat, és mi van rajta, és csak gondoltok bele, hogyha azt olvasásra használnátok. Igen, nem leszek álszent, rengeteget használom én is a telefonomat, az egész kihívásomat a Facebookon működtetem, tehát nekem is lételemem. Viszont én leszoktam arról például, hogy lefekvés előtt a telefonomat nyomkodjam. Szerintem 10-ből 8 ember lefekvés előtt a telefonját nyomkodja, és amikor föl kell az első mozdulat, hogy a telefonjához nyúl. Én ezt például tökéletesen kiiktattam az életemből. Én mindig azt mondom, hogy semmi baj nincs a telefonon, sőt, borzasztóan sok jó dolgot hozott az életünkben a közösségi média. De a fölösleges, amikor csak görgeted a Facebookot, nézed a feedet, és én azt gondolom, hogy inkább leszel frusztrált, sem mint boldog, azt mondjuk érdemes kiiktatni, és akár olvasni helyette. Ennek kvázi a folytatása, hogy várakozás egyenlő olvasás. Reptéren, fodrásznál, manikűrösnél, postán. Én is mindig a manikűrösnél. Ezek az én kedvenc olvasóidőim. Miért ne olvashatnál ezekben az időkben? Persze, az ember sokszor beszélget ilyen helyzetekben, de én azért vagyok annyira galát, hogy néha inkább a könyvemet veszem elő és olvasok, mert hát miről beszélünk, nincs ideje az embernek olvasni, és itt adott esetben órákat, fél órákat tölthet el, és sokszor bizony ilyen helyzetekben is érdemes, hogy nálad legyen a könyv, és mondjuk adott esetben elővedd. Megkeresed azokat a blokkokat a napodban, mert ugye azt mondtad, hogy semmire nincsen időd, de igazából szerintem legalább van 3-4 olyan óra a napunkban, amit teljesen tudattalanul töltünk el, és csak elrepül. Miért ne használnánk fel, akár hogyha ezek 10-15 perces blokkok igen, arra, hogy valamit, mint az olvasás, beemelünk. Ilyenkor szokták a telefon nyomkodni, na, ha helyet kell elővenni a könyvet. Köszönöm.
csatlakozz egy virtuális könyves közösséghez. És igen, ez a reklám helye, ugyanis Ágit így ismertem, meg így találkoztam, hogy az Instagram profiljával a Nincs időm olvasni kihívást megtaláltam, utána a Facebook csoportot is, és ezek a support groupok, amik támogatják egymást, virtuálisan is nagyon erősek tudnak lenni, úgyhogy mindenféleképpen nézzétek meg, de azért mesélj róla, hogy ez miért jó. Igen, azt gondolom, nincs is motiválóbb annál, mint amikor egy közösséget tudsz tartozni, és adott esetben ott ki tudod beszélni az olvasmány élményeidet, meg tudod osztani akár azt, ami nem tetszett, vagy azt, ami tetszett, vagy tudsz akár ötletet kérni, és akkor innentől kezdve nincs olyan, hogy szerintem jó esetben, hogy belefutsz mondjuk egy nagyon rossz olvasmány élménybe, vagy egy rossz könyvbe. Nincs időm olvasni kihívás, és ezért jó, több mint 13 000-en vagyunk már a csoportban, és nagyon aktív közösség egyébként, amire kifejezetten büszke vagyok, és ott a csoportban egyfolytában beszélgetnek egymással az olvasmány élményeikről, és tippeket adnak egymásnak, úgyhogy szerintem, ha szeretnél időt teremteni az olvasásra, akkor csatlakozz egy virtuális közösséghez, mondjuk az egyik legjobb tippem. És itt nagyon sok olyan ember is van, akik hasonlóak, mint én, hogy nehezen megy nekik az olvasás, nem találnak időt, és akkor ugye az mindig jó érzés, amikor azt tudod mondani, hogy nem vagyok egyedül. Hallgass hangos könyveket! Vannak azért olyan percek, amikor tényleg nem tud az ember olvasni. Gondolok itt mondjuk arra, hogy porszívózol, vagy mondjuk mosogatsz, azt még nem fedeztem fel, hogy mosogatás közben hogyan lehet olvasni. Na de, hát vannak hangos könyvek, sőt, nagyszerű hangos könyveink vannak, akár a YouTube-on is. Úgyhogy például ez is lehet egy tipp, vagy mondjuk rengeteg időt töltünk szerintem autóban, én legalábbis elég sokat vezetek, az is egy nagyon ideális olvasó szoba, hiszen még csak olvasnod sem kell, elég, hogyha hallgatod. Én mondjuk olyan nagyon sokat hangos könyvet nem hallgatok sajnos, de egyébként tervezem, hogy beiktatom jobban az életembe, de ha jól tudom, te többet olvasol. Olvasol hangos könyvet? Hallgatok könyveket, én mindig ezt szoktam mondani, és mivel nekem az olvasás nem megy jól, de megint ez a rutin trigger összekapcsolás, hogy viszonylag sokat edzek, mondjuk heti 4-szer lemegyek, és azért az 1-1.5 óra. És akkor hangos könyvet hallgatsz? És a legtöbbször hangos könyvet. Ha nem telefonálok, mert csábulok el attól, hogy ami amúgy nem jó, és edzésen nem lenne jó jegycsen, de mivel nem egy drág szeretnék lenni, ezért végül is a kettő ez így hatékonyságban jó. És általában egy hangos könyv olyan 6-8-9 óra. Viszont én egy olyan 1,5-2-szeresen hallgatom, és vannak olyan appok, amikkel majd le fogok linkelni párat, amivel könyvjelzőt tudsz tenni. És ugye abban az a jó, hogy mondjuk akkor egy 6 órányi könyvet 3 óra alatt, tehát igazából hetente egy könyvet meg tudsz hallgatni, és összekötöttem más aktivitásokkal. Ez jó, de mondjuk az meglep, hogy felgyorsítva hallgatod, de jó ötlet egyébként. Ne félj abba hagyni egy könyvet. Végül pedig egy inkább praktikus tanács, de én azt mondom, hogy ne félj abba hagyni egy könyvet, és ezt úgy értem, hogy valóban több könyvet fogsz elolvasni 2019-ben, hogyha például meghatározod, hogy hány oldalt adsz egy könyvnek. Szerintem nagyon sokan vannak úgy vele, hogy szenvednek egy könyv olvasása közben. Nem kell szenvedni szerintem, bátran le kell tenni. Én speciál 100 oldalt adok egy könyvnek, és a 100 oldal alatt nem vett meg, akkor félreteszem, majd egyszer folytatom, vagy esetleg nem. Szerintem, és ez nagyon sokszor felmerülő kérdés, és sokan kérdezik tőlem, hogy te leteszel könyvet, miért ne tenném? Tehát, hogy nem áll fölöttem ez senki. Ez egy nagyon nagy teher, ami így le tud kerülni. És szerintem is nagy teher tud lekerülni. Én azt mondom, hogy határozd meg, hogy mondjuk 50 vagy 100 oldal, és ha nem tetszik, tényleg tedd le, akkor abban az életszakaszban neked az a könyv, nem neked szól az a könyv tulajdonképpen. És hogyha főleg non-fictionről beszélünk, tehát valamilyen fejlesztő könyvről, én amúgy legtöbbször olyat olvasok, a regényekkel ugye most ismerkedem. Az egyik kedvenc írom, Tim Ferriss, azt is mondta egy 650 oldalas könyvéről, hogy ő úgy áll hozzá, hogy a fele az tök érdektelen lesz, nem fogja érdekelni az embereket. A másik feléből mondjuk egy olyan 40%-ra azt mondja, hogy hát ez nem rossz, és lesz az a 10%, amire azt mondja, hogy úristen, ez egy világ megváltó gondolat, és pont az ilyen non-fictionbe tudsz ugrálni ide-oda, és csak találd meg azt, ami neked a 10%-od. Ez jó. Végezetül az maradt, hogy mi is vállalkozunk egy kihívásra, és kérlek, ti is csatlakozzatok, hogyha benne vagytok, főként Áginak a csoportjában, Nincs időm olvasni kihívásban. Én azt fogadom meg, hogy egy regényt, mégpedig Márainak az igazi című könyvét fogom elolvasni, és ahogy mondtam, ugye ez 260 oldal körül van, úgyhogy pont belefér februárra. Ezeket a tippeket fogom alkalmazni, tényleg mindenhol nálam lesz, megpróbálok találni időket, kialakítok olyan sarkokat és helyszíneket, és egy hónap múlva fogunk találkozni, és lesz egy második része ennek a vlognak, ahol elmondom az élményeket, viszont ha ti is benne vagytok, és elkülditek nekem akár egy videófelvételbe, akkor azt is beteszem, hogy kinek, hogy jött ez ki. És nem csak én fogok vállalni valamit, hanem van, amit még te is bevállalnál, Ági. Igen, nekem az idei fogadalmam, hogy eredeti nyelven, tehát angolul igyekszem olvasni, legalább havi egy könyvet kihíváson belül,
Úgyhogy én is bevállalom, hogy olvasok valamilyen non-fiction-t, de még nem találtuk ki mi az, mert ugye olyat választunk, amit Peti is olvasott, hogy tudjunk róla egy kicsit beszélni, és ugye azért Márai az igazi, mert az az egyik kedvenc könyvem. Úgyhogy megkeresem én is ezt a non-fiction-t a következő pár hétben, és február végéig elolvasom, és akkor találkozunk, és megnézzük, hogy azok a tippek, amelyeket én most gyakorlatilag összeállítottam, és elmondtunk Petivel nektek, azok működnek-e, és hogy mi a tapasztalata például neki. Addig is mindenféleképpen menjetek át Facebookra, Instagramra, és a Nincs időm kihívást keressétek meg, merüljetek. Nincs időm olvasni. Megint mit mondtam? Nincs időm kihívást. És a villámkérdések is, amik amúgy lesznek, felkerülnek csütörtökön, abba ugyanúgy ezt rontottam el, nem tudom, egyszerűen nincs időm, nekem amúgy annyira nem olvasó, hogy az olvasni ki is marad. Jó. Egyenlően időtök legyen. Szóval Csapó 2, nincs időm olvasni kihívás, valaki meghozza létre a nincs időm kihívás. Ne arra, hogy ezt mindig elrontom, de köszi, hogy szólsz. A lényeg, hogy találkozzunk ott is, ha mi meg most itt találkoztunk először, nyomjatok rá a feliratkozás gombra, a csengővel, Instagramon is bekövethettek. Köszönöm, hogy néztetek, köszi Ági a gondolatokat. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.